Honnan tudtátok meg, hogy van ez a verseny? 2 éve alakítottuk ezt a csapatot, és hát szerencsét próbáltunk, és elindultunk az online fordulón, azonban sajnos nem tudtunk tovább jutni. Viszont 2018-ban újra megpróbáltak ezt a versenyt, és egyébként meglepetésünkre sikerült tovább jutni a 2 online fordulón, illetve a megyeit és a regionális fordulót is megnyertük. Ezek után ugye következett az elődöntő, ami már Pesten volt, és már az is elég nagy szó volt szerintem számunkra, amin hát 5-ként, de sikerült tovább jutnunk, és végül a döntőben 4-ként zártunk, ami akkor nagyon jó eredmény volt számunkra. Úgy keltünk föl abból a 4. helyből, hogy jó, akkor jövőre megnyerjük. És hát sikerült is. Mikor gondoltátok, hogy na most már ez megvan? Hogy őszinte legyek, nekem a színskála összes színe végigfutott az arcomon a verseny során. Az első fél idő végére nagyjából megnyugodtunk, hiszen vezettünk 4 vagy azt hiszem 5 ponttal is. Azonban a második fél időt döcögősen kezdtük, és személy szerint, de a csapattársaimban is láttam azt, hogy borzasztóan idegesek voltunk, tehát az utolsó, egészen a legutolsó pillanatig egy érzelmi hullámvasúton mentem végig, és még most sem hiszem el teljesen, hogy ez sikerült nekünk, de hát ugye a tények ezt bizonyítják. Hogy készültetek? Mindannyiunkat érdekel valamilyen szinten a közgazdaságtan, valamint a pénzügyek. Én személy szerint például rengeteget olvasom, mind híreket, vagy akár szakirodalmat is. Az iskolánkban is nagyon sok minden lehető segítséget megkaptunk, mind az igazgatónőnktől, mind az osztályfőnökünktől. Egyébként még a Pécsi Egyetemre is volt lehetőségünk magánórákra járni, és ott felkészülni egy tanárnővel, aki ott tanít az egyetemen. Hova tovább? Mik a tervek? A 4 közül 3 Pécsen szeretném biztosan tovább tanulni. 2 a közgazdaságtudománytant szeretne tanulni, és egyikünk pedig jogra szeretne tovább menni. És az egyik csapattársunk, hát ő nagyban gondolkozik külföldben is. Nagy múltú iskolában azt hiszem sok diákra lehetnek büszkék, de most megint gazdagodik ez a sor. Ebben a pénztár versenyben hagyományt teremtettünk azt hiszem a fiúkkal, mert egy olyan csapatra lehetünk, olyan tehetséges csapatra lehetünk az iskolában, akikkel érdemes foglalkozni, és ők magukat is motiválták tulajdonképpen az előrejutásban. Minden idejüket és plusz energiájukat tényleg belefektették, hogy ez az eredmény megszülethessen, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és én, mint osztályfőnök, büszke vagyok rájuk, és holnap el fogom újságolni az osztály többi tagjának is ezt a nagy hírt.